mindenhol bőrök, külszintén kérdálkodott az alázatosságra, amikor szent akaratunkból emberi testet öltött, és vállalta a kereszt alá. Segíts jóságosan, hogy kényszenvedésének tanítását megértsük, és társai lehessünk feltámadásában. Ki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Izajás így jövendölt a megváltóról. Ezt mondja az Úr szolgája. Isten az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével támaszta, hogy lehessek a megfáradtaknak. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy rá hallgassanak, mint a tanítványok. Isten az Úr nyitotta meg fülemet, s nem álltak ellen, s nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköpöstek. Isten az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyen. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem. Ez az Isten igéje. Jesus, and there's one in the
A mi Urunk Jézus Krisztus így szenvedése, Szent Lukács evangélista szerint. A nép védei és a főpapok Jézus Pilátushoz kísérték, és ott vádolni kezdték. Azt tapasztaltuk, hogy tégútra vezeti népünket. Megírja, hogy adott kivessünk a császárnak, azt állítom magáról, hogy ő a Messiás király. Pilátus megkérdezte tőle. Te vagy a zsidó király? Magad mondod. Felelte. Pilátus erre kijelentette a főpapoknak és a népnek. Nem találom semmiben bűnösnek ezt az embert. De azok erősödtek. Tanításával felázítja a népet, Galileától kezdve egészen Júdeáig. Ennek hallatára Pilátus megkérdezte, hogy Galileától való-e. Amikor megtudta, hogy Herodes uralma alá tartozik, elmondta Herodeshez, aki azokban a napokban éppen Jeruzsálemben tartózkodott. Amikor Herodes meglátta Jézust, nagyon megörült. Régóta szerette volna látni, mert sokat hallott felőle, s remélte, hogy valami csodát tesz a jelenlétében. Sokat faggatta, de ő nem értett a felelőre. A főpapok és az írástudók is oda mentek, és hevesen vádolták. Herodes akkor udvarával együtt bújtúf üzött belőle. Csúfságból fehér ruhába költöztette, azután visszaküldte a Pilátusra. Ezzel adott a Herodes és Pilátus jó barátokat tett, azelőtt ugyanis halakban voltak. Pilátus kiszolgáltatta nekik Jézus akaratuk szerint. Pilátus ismét összehívta a főpapokat, a véneket és a népet, és így szólt hozzájuk. Elém vezettétek ezt az embert, mint a nép lázítóját. Jelenlétetekben kihallgattam, de az ellene felhozott vádak közül nem találtak egyben sem vétkesnek, és Herodes sem, mert lám visszaküldte hozzá. Láthatjátok, semmi olyat nem követett el, amiért halált érdemelne. Megfenyítem hát is, szabadon bocsánat. Az ünnep alkalmával szabadon kellett bocsátani a gyógyot. Az egész nép akkor kiáltozni kezdett. Vessze el! Bocsáss szabadon, Barabás! Barabás a városban történt bölcselés és gyilkosság miatt vetették börtönbe. Pilátus ismét hozzájuk fordult, mert szabadon akarta bocsátani Jézust. De tovább fordította. Keresztbe! Keresztbe! Harmadszor is megkérdezte. De hát mi rosszat te? Semmi vétket nem találok, amiért halálra kellene ítélnem. Megfenyítem és szabadon bocsátom. De azok nem tágítottak, hanem egyre elszántabban, egyre magasabban kiáltozták, hogy feszítse keresztbe. Erre Pilátus úgy határozott, hogy enged a követelésüknek. Szabadon enged tehát kérésükre azt, aki lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe, Jézusnak kiszolgáltatta neki akaratuk szerint. Ahogy elvezették, megállította egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállalták a keresztet, hogy vigye Jézus után. Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult, és így szólt. Jeruzsálem leányai, ne engem sírassatok, inkább magatokat sírassátok és gyermekeiteket, mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani, boldogok a magtalanok, és akik nem szültek és nem szoptattak. Akkor majd kiáltani fogják a hegyeknek, omoljatok rám, és a domboknak takarjatok el. Mert ha zöldelő fával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának? Két gonosztevőt is vittek velem, hogy kivégezzék őket. Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Kokonya helynek hívtak, ott keresztül
pedig ezt mondta. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Ruháját sorsot vetve megosztoztak. A nép bámészkodott, a főtanács tagjai gyűlölődtek. Másokat megmentett, mondták. Most mentse meg magát, ha ő a Messiás, az Isten választója. Úgy tűztek belőle a katonák is, oda mentek, és ezeket kínálták. A te vagy a zsidó királya, szabadíts meg magadat, mondták. Feje fölül, aki és hírelnyel feladót tette. Ez a zsidó királya. Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta. Nem te vagy a zsidó királya, szabadítsák meg magadat. Mi és minket is. A másik rászólt. Nem félsz az Istentől, hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapunk, de semmi rosszat sem tett. Aztán hozzáfordult. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljött valam. Ezt válaszolta neki. Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, és egészen a 9. óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönye középen vették is. Jézus ekkor hangosan felkiáltott. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. E szavakkal kilehetne. Önmagában a üzenetre, gazdagságra tanít, vezet bennünket,
Most én csak azt szeretném a mai napnak erre a három csodálatos mély üzenetére egy pillanatra ránézni, és utána mindenki magában vagy a saját szívében ugyanezt a történetet meg kell, hogy találja. Az egyik egy ünnepélyes bevonulás. Az életünknek nagyon sok szakasza így kezdődik. A Jeruzsálemi nép, Jézus, mi csak barkákat, de pálmaágakat vittek, ünnepeltek, halleluját énekeltek. Na itt a győztes, itt a megtér. Minden igazi emberi életünk első nagy lépcsője, egy ilyen ünnep, olyan, mint a kódexek, amiben láttuk már, hogy az első betű majdnem egész oldalasra festik az iniciálék, hogy most elkezdődik valami, ilyen az esküvő. Amikor egy gyönyörű ünnepvel indul két fiatal, egy férfi, egy nő, hogy akkor most család, akkor most élet, akkor most otthon, hogy egy pap szenteli, szintén egy gyönyörű ünnepvel kezdődik. A keresztényét, amikor valaki megkér, és azt kérdezi, hogy volt az életem itt, eddig, és van mostantól Krisztussal. És akkor egy gyönyörű keresztelés, az egy gyönyörű vérmálás, amikor döntünk Krisztus mellett. Utána a síró, a szenvedés történet. Nem létezik emberi út, hívő vagy hitetlen, teljesen minden. A síró, szenvedés történet nélkül. Most bárki a felnőtt közül, elég bátor volna kijönni, el tudnám mondani. Melyikük nem tudná elmondani, hogy volt az én szenvedés történetem? Hogy volt az én keresztem? Vagy hogy van? Hogy élem én most ebben a történetben a sorsom? Milyen az én keresztem? Milyen az én szenvedés? Lehet, hogy senkinek nem mondtam még el. Lehet, hogy senkinek nem mutattam még meg. A női élet, a szenvedései, amikor a könnyekben megjelenik, de néha már ott sem, de tűrök, megyek, viszem, mert beleálltam, mert ez az én utam. Ez az én passióm, ez az én küldetésem. Férfiak szinte szó nélkül képesek magukat felelezni. Csak nagy ritkán dör fel belőlük, hogy de ez most már sok, ez már nehéz. Ez már nagyon próbára teszi a szívemet. Mindenkinek a maga valóságában ott van a szenvedéstörténet, ahol az élet megaláz, ahol a sors óriási terhet mondom rá, hogy én magamat olyan helyzetbe hozom, hogy azt mondom, ez már nekem is sok és nehéz. De a mindennapi élet, ez a szenvedés és ez a szeretet történet, ez nem azért, mert jó vagy rosszabb vagyunk, hanem ez az emberi sorsnak a valóság. Csak emberünk, hogy kell lenni a szeretetben. A Jézus passióját, Jézus szenvedés történetét keresztül kell megnézzük, akkor átsüt rajta a szeretet. Az utolsó szói, hogy Atyám, bocsáss meg neki, a lator felén még ma velem leszel a paradicsomban. Utána, Atyám, tudom, hogy szeretsz. Most nagyon nehéz. Most nem tudok sokat mondani. De kezedbe ajánlom velem. És ezt kell, hogy megtanulni, hogy a szeretet nélkül, a keresztény, a szenvedés, a családban, személyes életben, közösségben elviselhetetlen. A nagy héten hitveseknek úgy kell egymásra nézni, nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat, hogy ő is viszi mellettem minden, ami élet keresztül. A szeretetemnek segíten, mellettem érzi, hogy bátorítom. Egy szóval, egy Veronika kenyő ide, odaállok menni. Mert csak így hordozhatom, így megjelenül. És a harmadiként az a pusztít, az újrakezdés,
egy szuszra végig élni, jól, lendülettel, kiváló teljesítménnyel. Hanem időként vannak megállások. És akkor újra kezdjük. A feltámadás nem egy misztika, nem egy új elvarázsolt története Jézus Krisztusban, hanem egy valós történet. Ha nem támad föl, utána nincs semmi. Értelmét veszi a kereszt, értelmét veszi a szenvedés. Akkor az apostolok szétszólódnak, és ma mindenkinek van egy szabad napja, ott, hogy nyugodtan ülhetnek. De a feltámadás adja azt az erőt, hogy képesek vagyunk újra kezdeni, képesek vagyunk megújulni, képes az életünk egy új szeretetre és gazdagságra, és azon tudunk tovább haladni. A húsvétból ezt kell, hogy megtanuljuk. És ez ennek a templomnak is a története. Nagyon régen felkezdődött. Elindult a templom élete, sorsa, aztán elfáradt. Beázott, romos volt, és akkor azt mondtuk, hogy meg kell mindenki. Nagyon köszönöm mindazoknak, akik ezt hozzájárultak, akik azt mondták, hogy én is beleálltam. Intézménnyel, önkormányzattal, állami lehetőségekkel, a saját lehetőségeimmel. De akarom, hogy megújuljon. Akarom, hogy szép legyen. És így kell a személyes életet. Így kell a kapcsolatainkat is. Lehet, hogy romos. Lehet, hogy már olyan zavaró. Akkor le kell ülni. Istennel, önmagunkkal, egymással. És azt mondani, hogy nincs rendben. Meg kell újítani. Itt esetben, ahogy nincs rendben, abban már túl sok a feszültség. Túl hamar pattanunk. Szülő-gyerek kapcsolat. Miért csak a negatívot látom? Miért nem érzed a szeretetemnek a derűs örömét és biztonságát? Üljünk be! Javítsuk meg a tetőt! Javítsuk meg azt a vonalat, ahol szebbé teljenek, ahol megújulhatunk. Ez a húsvét. Ez a feltámadás. Képesek vagyunk rá. Ezt a csodálatos nagy templomat, hogy egy rajulat átadnánk. Én nagyon tetőnk volt. De meg tudták. Hát akkor személyes életünk, személyes sorsunk, családunk nem tudjuk megújítani. Hogyha mondáljuk a magunkért, a sajátunkat, a szívünket, akkor így válik teljesen egyéb gazdagodás. Ez a nap a hálát. Köszönet a megújult teremtőnek. De csak úgy van nagy üzenete, szépsége, ha megújul a szívünk is, a közösségben. Leülünk. Hogy tudjuk mi itt a keresztény közösségünket, más közösségét, élőkvé, még szebbé, még gazdagabbá tenni. Otthon belül a családban. Gyerekeknek is azt mondanám, hogy látják, hogy lenne szebb az élet. Édesapák, édesanyák, alázattal elfogadunk. Mi az, ami még szebb lenne? Nekik nagyon szép lelkük, szívük van. Érzik azt, amit mi nagyon sokszor felnőttek, minden nap nyomorúságában nehezen látjuk meg. Hogy lehet itt szebb, lehet boldogabb, derősebb az élet. És akkor hálát adunk az életünk, a dicsőséges Krisztus mellé állásért, a passió szemben is történetért, amit élünk és viszünk, de még inkább hálát adunk. Azért a szeretetért, ami mindenek mögött ott van, és megerősít, biztat bennünket, és reményt ad a jövő, a holnap felé. És akkor, ahogy a bevezető köszöntésben hallottuk, akkor tudunk a hitünkről tanúságot venni. Akkor ebben a hitbe bele tudunk kapaszkodni. A hit az, amikor azt mondom, én bízom, hogy Isten valami különös útra indított, és megyek ezen az útra,
hitem az, hogy ez az én családom, ez az én otthonom. És itt kell mindent megtennem, hogy szép legyen az élet, ez az én egyházközsége, ahová tartozom, és odaadom a szívem lelkemű legnyomát, és ez az én falu, szülőfalu, ahol élek, ahol tartozom. Ha nem nagyon messze, lép 500 kilométerre kerültek, de a szülőfalu, a soha senki és senki nem tudja helyettesíteni. De valahol tartozom, és akkor úgy felelősségem is van, és akkor ez a hála, ez a köszönet, a feltámadás öröme, a szeretet győzelme, Isten és ember szeretetének csodájának útján ezekben van.
Imádkozzatok testvérek, hogy áldozatok kedves legyen a minden hadó Atya Isten felé. Íme, higgyünk szent titkot. Halálodat kérlek, Urunk, és így elvalljuk fel támadásodat, amíg el nem tesz. Szent fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy
hogy színed előtt állhatunk ki és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsöd a Szentlélek anyáinkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szívedet, Úr, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoznak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörül kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyesével, Koromely Szent Károlya, a Szent Apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessük az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő által, és vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. És egy atyának hívjuk, testvéri szeretetet mutatjuk egymást, és akkor így imádkozunk. Mi atyán, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te osztályod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy védesebb végét napjainkban, kérdől magunk mindenkor bűn és baj nélkül ígyünk, reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttjé. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne védkeinket nézzed, hanem egyházad igény, őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz, uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a lelkedben. Engesztelődünk ki szívből egymással. Legyen békesség.
Istenünk. Könyörögve kérünk, Urakik, Szent Fiad halálából már biztosan remélhetjük azt, amiben hiszünk, feltámadásának erejéből eljuthassunk oda, hová törekszünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Szép ünnepet, szép napot, gyümölcsöző nagyhetet, és igazi szép, megnyúló, feltámadásos húsvétot van mindenkinek. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindjárt Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ér, járjatok